Tehát üdvözlök mindenkit. Gergő olyan szépen összefoglalt mindent, hogy azt hiszem visszalépek a részletekhez, lehet, hogy fordítva kellett volna előadnunk. A nemzeti szakért egy kis bemutatkozás, hogyha valaki nem tudja, hogy milyen keretek között dolgozunk. A Nemzeti Szakért és Kutatóközpont egy szakértői intézmény, és ezen belül igazságügyi szakértői véleményeket készítünk kábítószervizsgálatok témakörben. Mit értünk, tehát összefoglaló néven kábítószervizsgálatnak nevezzük mindenféle ellenőrzött anyag kimutatását lefoglalt bűnjelekből, illetve ezek hatóanyag mennyiségének megállapítását, hiszen ettől függhet a büntetési, vagy ettől függ a büntetési tétel. A vonatkozó jogszabályok határozzák meg természetesen, hogy melyik vegyület minek minősül, és ez folyamatosan változik, ami természetesen nagy mértékben befolyásolja a piacot is. Majd erre is nézek statisztikákat. Hogy kerülünk ide ebbe az előadás folyamba? Azért, ahogy Gergő is említette, hogy nálunk csapódnak le először a vizsgálati eredmények, nem két év alatt, nem egy év alatt, hanem nagyon hamar. Ha sürgős eset érkezik be hozzánk, akkor akár két-három órán belül is eredményt tudunk adni. Napjainkban új műszeres analitikai fejlesztés eredményeként, mágneses magrezonancia spektroszkóp vizsgálat követően akár egy teljes azonosítást új vegyület esetén is meg tudunk tenni. A tavalyi adatokat azért érdemes megnézni, hogy hány szakértői véleményt adunk ki egy évben, ez hány bűnjeltételt jelent, és hány analitikai vizsgálatot, ezért a folyamatban lévő ügyek számától azért nagy mértékben függ, hogy mennyi idő alatt készül el egy szakvélemény, de 90 nap alatt megoldjuk ezeket az ügyeket, átlagos átfutási idő, körülbelül 60 nap. Beszúrtam ide egy hivatkozást, hogy az ENSZ is elismeri a kábítószervizsgáló laboratóriumok munkáját a korai jelzőrendszeren belül, és ez számunkra is megtisztelő elismerés. Itt, ezen az ábrán úgy próbáltuk, tehát a lefoglalások arányának megfelelő az adott vegyület neve alatti terület, tehát évek óta ugye vezetnek a kannabisz származékok, a delta 9 THC tartalmú bűnjelek, kenderültetvények, marihuana lefoglalás vagy hasis lefoglalás. Nagy területet, vagy nagy számadatot vagy arányt foglal el a szintetikus kanabinoid lefoglalások, ahogy már hallottuk, az amfetamin származékok között fejhosszal vezet, az extázi MDMA lefoglalásokkal együtt 10-20 éve körülbelül ilyen arányban, a katinonok jönnek, illetve a kokain. Klasszikus kábítószerek, ahogy már a Gergőnél is elhangzott, itt egy más jellegű ábrában szerintem nagyon jól látható, pirosan látszanak a klasszikus kábítószerek. Az említett 2014-es, körülbelül 55%-os újabb designer drogok aránya szépen lassan lecsökkent, és úgy látszik, hogy egy fix 20 és 30% közötti összértékre áll be. A szintetikus kannabinoidok, úgynevezett herbál biofű varázsdohány, körülbelül kétharmada, és a többi pedig a katinon származékok, az úgynevezett kristályok. A kérdés, vagy a definíciókhoz hozzátartozik, hogy klasszikus kábítószernek a 2009-2010 előtt Európában már megjelent kábítószerekről beszélünk, hiszen azóta a designer drogok közül is sok vegyület kábítószerré vált. Ilyen értelemben hasonlíthatók össze ezek az adatok. Jogszabályi környezet ugye bennünket is befolyásol, természetesen ezt csak tájékoztatásul tettem ide, hogy ugye nemzeti szinten és nemzetközi szinten is lehet valamit kábítószerré minősíteni, ami természetesen nagy mértékben hatással van a különböző újonnan megjelent vegyületek lefoglalására. A mefedront azért emeltem ki, hiszen ő az első olyan katinon, vagy ő az, amelyik leváltotta a heroint. 2011. január 1-től
kábítószerré minősült Magyarországon, szép lassan eltűnt, de aztán újra láthatjuk, hogy megnőtt a lefoglalások száma. 2015-ben került nemzetközi ellenőrzés alá, és az ENSZ kiadványában most fedeztem fel, hogy ők is nem tudják az okát, de 2018-tól emelkedő lefoglalást találunk, ami passzol a mi adataink, a magyarországi lefoglalási adatokhoz is, vagy adatokkal is. Egy szintetikus kanabinoid, a már említett 5-fluor MDMA pinaka, megjelenésekor még nem minősült új pszichoaktív anyagnak, annak ellenére, hogy új pszichoaktív anyaggá minősült át, láthatunk egy, hát egy 3 éves lefutási időszakot, viszont ami mikortól büntetőjogilag is kábítószerré minősült, szinte teljesen eltűnt a piacról. Meglátjuk, hogy a jövőben ez mit jelent és hogy változik. Több anyagnál látunk többszöri visszatérést a piacra, aminek gondolom megvan az vizsgálható oka. Beszúrtam egy képet, egy jellegzetes szintetikus kanabinoid 5-fluor MDMA pinaka tartalmú anyagról, hogy aki esetleg nem találkozik élőben ilyen vegyületekkel. Gergő említette, hogy valószínűleg a koncentráció volt magas. Ez egy sárgás, narancssárga ragadós anyag, és 60-70-80%-os hatóanyagtartalmú, tehát ezt oldják föl, ezt higítják, és ezt viszik fel a biofűre, növényre, vagy a dohányra. Nehezen homogenizálható, tehát a felvetés, hogy nem megfelelő homogenizálás okozhat ilyet. Majd később visszatérek, hogy történhet ez. Január 1-től egy fontos változás, jogszabályi változás, ami a mi munkánkat is érint, és feltétlenül a piacot is meg fogja változtatni, hogy a különböző új pszichoaktív listákra, különböző jogi határ került megalapításra, illetve a kábítószerekhez hasonlóan meghatározásra került a jelentős mennyiség felső határa, és a különösen jelentős mennyiség alsó határa is. A legutóbb általunk bejelentett, Magyarországon lefoglalt, megjelent 4 vegyületet tettem ide, 2 szintetikus kanabinoid és 2 fenciklidin származék. A lefoglalási adatokat is megjelöltem, kis tétel, 1 paket alufóliában, vagy a tipikus simítózáros műanyagtasakban történt lefoglalások, kis mennyiségű lefoglalásokról van szó. Érdekes trend, és a kezelőhelyeknek, vagy az orvosoknak, vagy az első segélynyújtóknak érdekes lehet ez a dia, hogy szintetikus kanabinoid lefoglalásokban, egyéb szintetikus kanabinoid dob mellett megjelennek ezek a ketamin származékok, illetve fenciklidén származékok, ami az eddigi gyakorlatunk egy kicsit eltér, illetve más irányt mutat, gondolom, hogy ez a kezelés szempontjából is érdekes lehet, vagy a sürgősségi kezelés szempontjából. Ahhoz, hogy egy aktuális állapotról pillanatfelvételt tudjunk mutatni statisztikailag, tapasztalatunk szerint egy 2-3 éves időszakot kell nézni. Ez a katinonok esetében gyönyörűen mutatja, hogy az etilhexedron 2017 és akár napjainkig is bőven vitte a primet, kivéve egy időszakos csökkenést. Úgy tűnt, hogy az etilheptedron átveszi a helyét, de valószínűleg a piacon nem vált be, vagy a hatása nem a várt hatás volt, vagy ellátási gondok adódtak. A 4-CMC is szép lassan kipörög a piacról, de ez a 3 katinon határozta meg az elmúlt 3 évben a piacot. Megjegyzendő, hogy az etilhexedron január 1-től kábítószernek minősül, tehát várható a csökkenés a lefoglalások számában. A szintetikus kanabinoid lefoglalások sokkal színesebb képet mutatnak, mint ahogy az ábra is mutatja. A Facebook tabletában lefoglalt AD fubinaka, sötétkékkel jelölt
lefoglalási adatok, szépen kipörgött a piacról, és helyét átvette a zölden jelzett 5 Flor MDNB Pinaka. Szépen eltűnt a piacról, és megjelent a szerkezetileg rokon vegyület az 5 Flor MDNB Pika. Napjainkban most azt látjuk, hogy a sárgával jelölt ADB Butinak a lefoglalások száma ugrásszerűen megnőtt, az MDNB 4M Pinaka még elvileg tartja magát. Itt a pirossal jelzett adatok mutatják a már látott 4 Flor MDNB Bika lefoglalási eloszlást, szép lassan megjelent, és különböző hatás, az említett hatások, illetve a média figyelemfelhívás hatására valószínűleg eltűnt most, azonban ismételten megjelent az, hogy összeköttetésbe hozható-e halálesetekkel ezt az adatgazda ORFK tudja megmondani, illetve ő köti össze a lefoglalási adatokat a toxikológiai adatokkal. Nem is részletezem, hiszen a Gergő már ezt elmondta. Itt annyi megjegyzést tennék hozzá, hogy mi lefoglalási, tehát egy adat, egy lefoglalás, hiszen ha a bűnjátétel számokkal dolgoznánk, akkor nagyon elvihetné a statisztikát, mert ha 100 simítózáros műaktasa külön van csomagolva, akkor a 100 tétel lehetne, ha egybe van csomagolva, azt pedig egy tételként kezeljük. Ezért ezek lefoglalás számokat jelentenek. Az ominózus májusi első lefoglalást, ahol beazonosításra került ez az új anyag, a szakértői véleményből kimásoltam egy részt, mert nagyon jól mutatja, hogy folyadékban, mérlegen, sárga színű darabos anyagban, narancssárga színű darabos anyagban ugyanúgy előfordult ez az anyag már az első lefoglalásnál. Itt mennyiségi meghatározás is történt, 67%, ez kifejezetten magasnak minősíthető. Az érdekessége az ügynek az, hogy itt, amint említettem, a vegyület oldása és feltelten impregnálása történt, hiszen ez egy körömlak lemosó összetételt takar. Általában aceton, külföldi irodalmak említik a metanol, de azt nem tartom észszerűnek, inkább az etanol, illetve a körömlak lemosós oldószer elegy, amivel találkozunk a mi lefoglalásainkban. Az 5 Flor MDNB Pika, ahogy Gergő is említette, itt is megjelenik. Megnéztük a 4 Flor MDNB Bika lefoglalásokat, de nem találtunk semmi extra vagy eltérő mintázatot az egyéb szintetikus kanabinoid lefoglalásokhoz képest. A piros terület jelzi, tehát a bika lefoglalások háromnegyede herbál varázsdohány, az körülbelül fele 50-50%-ban biofű, illetve dohányra felvitt hatóanyagot jelent. Tárgyakfelülete porokban, impregnált papírlapokban, tehát a börtönökből lefoglalt, vagy börtönökből származó lefoglalások is van is megjelent, illetve néhány folyadékban azonosítottuk. Gergő azt mondja, hogy toxikológiai mintákban más hatóanyaggal volt. Mi a lefoglalásokból azt látjuk, hogy a lefoglalások 60-70%-a egy magában tartalmazza, illetve MDNB 4-en pinakával. Ettől függetlenül azért persze az említett, tehát legalább egy 10-20 más szintetikus kanabinoiddal, illetve az említett új ketamin származékkal, illetve arilciklohexilaminokkal is találkoztunk már. Érdekességként megnéztük, de további elemzésnek nem vetettük alá ezeket az adatokat, tehát ez egyértelműen csak a lefoglalások számát jelenti Magyarországon. Nem osztottuk területnagysággal, vagy lakosságszámmal, vagy rendőri erők számával, az további következtetések levonására ad lehetőséget. Az érdekesség az, ha megfigyeljük ezt a mintázatot, az összes szintetikus kanabinoid lefoglaláshoz hasonló mintázatot ad, természetesen budapesti kiugró
adatokkal, vagy lefoglalási adatszámmal. Kíváncsiságképpen mellé leválogattuk a katinon lefoglalásokat. Hasonló, de egy kicsit eltérő itt a budapesti kiugró lefoglalási adata mellett nagymértékű Dél-Magyarország, illetve Közép-Magyarországi lefoglalásokkal is találkozunk. Köszönöm szépen a figyelmet! Nagyon szépen köszönjük. Igen, hallatszok. Nagyon szépen köszönjük.